Üdv mindenkinek! Mielőtt még a GameCube játékok felsorolásával folytatnánk a videósorozatot, maradt még egyetlen egy PS2-es játék, melyről az előző videóban nem beszéltem, és pedig azért nem, mert ez a játék csak lemezként van meg, nincsen hozzátok, és szépen elbújt a gyűjtemény kellős közepén, ezért csak utólag vettem észre egy másik helyről kihalászva a lemezt, hogy ó, ez is megvan, és emlékszem is rá, csak elfelejtettem felemlegetni az előző részben, és ugyanez előre bocsátom, hogy igaz a Sonic Adventure 2 Battle-re is, mely szintén nincs meg tokos túl, hanem csak egy lemezként, egy disktartóban tartom, nincsen tokja, ezért nem is fogjátok ebben a videóban látni, lefényképezve. A szóban forgó PS2-es játék pedig nem más, mint az Echo the Dolphin, Defender of the Future. Ez a játék pocsék, sajnos. De nem azért, mert pocsékul lenne kivitelezve, mert sajnálatos módon mind a történet csodálatos, az atmoszféra remekül van kivitelezve, a zene isteni jó lett, csak éppenséggel a játékmenet annyira játszhatatlan, hogy az ember nem tudja megtapasztalni azokat a dolgokat, amiket ez a játék nyújt, mert éppen csak túl tudtam jutni annak idején a tutoriál pályán és az azt követő első pályán, és utána visszafordíthatatlanul elakadtam a játékban. Minden remekül és minőségi módon lett kivitelezve ebben a játékban, a játékmenetet kivéve, ami nem mondom, hogy nem minőségi, csak átgondolatlan és komplikált. Adott ugyanis egy 3D-s tér, ami nagyon jól van kivitelezve, szépen néz ki, király az atmoszférája, jó alatta a zene, bizonyos játékmeneti aspektusai, nagyon ötletesek és nagyon kreatívak, de mindez fabatkát sem ér akkor, hogyha olyan piszkosul nehéz a játékmenet, és olyan átláthatatlan a pályának a kinézete, hogy már a második pályán eltéved a játékos, és ha ez még nem lenne elég, ha esetleg abban akarnátok bízni, hogy jaj, hát biztosan van térkép Spyro Guy, hát csak nem lehet olyan vészes, de igen olyan vészes, mert ezek a szerencsétlen játékfejlesztők azt csinálták, emlékeim szerint legalábbis így volt, minden bizonnyal így volt, különben ez nem maradt volna meg ilyen negatív emlékként, megnyomod azt hiszem a Select gombot a PS2 kontrolleren, előtűnik a térkép, ami az egész képernyőt szépen egyöntetően borítja be, és csak és kizárólag addig maradott, ameddig lenyomva tartjuk a gombot. Királyság, nem? Ehhez még adjuk hozzá a tényt, hogy a játéknak komplikált a játékmenete, többnyire abból áll, hogy egy labirintusszerű pályában keressünk ilyen meg olyan gombokat meg kulcsokat, emellett pedig maga a játékmenet is nehéz. Echo a delfin emlős állat lévén állandóan levegőre szorul, nem tudja azt kivonni a vízből, ami evidens. Viszont itt van egy játék, ami alapból nehéz, mert az ellenségek ellenségesek és igen nagyot sebeznek. Szegény delfin barátunk eléggé gyámoltalan. Mindemellett a pálya is eléggé komplikáltan van felépítve, labirintusszerű, és különféle tárgyakat kell benne megkeresni, melyek aztán a pálya másik felében lévő ajtót nyitják ki, de nem tudhatod, hogy az a dolog, amit felveszel, csak egy power-up-e, vagy valami fontos dolog, ami feltétlenül szükséges a pályában történő továbbjutáshoz. Tehát OP ellenségek, komplikált játékmenet, nem egyértelmű pályadizájn, és emellett még a fulladás állandó veszélye is ott lebeg a fejünk felett. Csodálatos játékélmény. Annak alapján, amit idáig a franchise-ról hallottam, ez elvileg egy Echo játékban normális, mert az Echo játékok egyik alapismertető jele az, hogy bitang nehezek. Jó, hát akkor ez a játék egy igazi Echo játék, de számomra gyakorlatilag éppen emiatt játszhatatlan. Hiába szól a történet az emberek és a delfinek közötti érzelmes, spirituális kapcsolatról, hogy hogyan építettek együtt civilizációkat egy science fiction környezetben, ha nem jutok tovább a második pályánál. Hiába érzelmes a történet, gyönyörű az atmoszféra, csodálatosan kivitelezett a zene, hogyha nem jutok tovább a második mocskos pályánál a játékban. Sajnálom, emberek, hiába jó a játék minden egyes aspektusa, ami nem a játékmenet. Nem vagyok egy játékmenet orientált ember, de azért az alapszabály a játékmenetnél az, hogy játszhatónak kell lennie, végig kell tudnom vinnem a játékot, nem kell csodálatosan tökéletesnek lennie, csak annyit kérek, hogy a végtagjaim letépése nélkül eljussak a játék végéig. Köszönöm. Ez az Echo the Dolphin, Defender of the Future. Echo rajongók, akik nézitek ezt a videót, bocsássatok meg nekem, de egyszerűen nem bírtam tovább jutni a játékban ennél. És én a 06-tal meg a Shadow the Hedgehoggal játszottam, tehát sajnálom, bocsássatok meg, én megpróbáltam. Igaz, már volt egy jó 5 éve, hogy utoljára megpróbáltam. Lehet, hogyha most elővenném, akkor könnyebb dolgom lenne?
Lehet, hogy majd bepróbálkozom még egyszer. Viszont mentségemre legyen mondva, amikor megláttam a játék első három pályáját, arra gondoltam, hogy biztosan nagyon jó a többi része is, attól függetlenül, hogy nem vagyok képes tovább jutni benne, mert egyszerűen fingom sincs arról, hogy mit kell csinálni, vagy vízbe fulladok, vagy kinyírnak az ellenségek, miközben vízbe fulladok és el vagyok tévedve. Éppen ezért megnéztem egy végigjátszást a játékról, és innen tudom, hogy nagyon jó maga a játék, esztétikai értelemben nagyon szép, nagyon érzelmes, gyönyörű, csak éppen játszhatatlan. Ennyit erről a játékról, most már tényleg lépjünk tovább. A képen látható három játék közül kettőről már bőségesen volt szó, megkapták a saját különálló videósorozataikat is, úgyhogy amennyiben még nem láttátok őket, ott lesz a videó link a leírásban. Ugyanakkor a Shadow the Hedgehogról sem tervezek beszélni ezen videó keretei között, ugyanis terveim szerint saját szövegelős, véleményezős videót fog kapni az a játék. Belátható időn belül, valamikor a közeljövőben, annyit mondok, hogy készüljetek fel rá, mert még a nyáron biztosan meg fog érkezni. Mindez attól függ, hogy milyen gyorsan sikerül lezavarni a költözést, de meg fog érkezni a nyár folyamán. Akinek pedig fingja sincsen arról, hogy éppen miről beszéltem az előbb, javaslom, azonnal csekkolja le a Facebook oldalamat, mert ilyen is létezik, hiszitek vagy sem, már létezik, nézzétek meg ismételten csak a videó leírásában található linkek egyikét. A Rayman 3 és vele együtt a komplett Rayman széria szintén kapott már egy saját videót korábban, úgyhogy itt helyben csak annyit jegyeznék meg a játékkal kapcsolatban, hogy kedvenc Rayman játékom, király játékmenet, addiktív játékmenet, király újrajátszhatósági faktor, király atmoszféra, gyakorlatilag a Rayman játékok általam legjobban kedvelt tulajdonságait egyesíti egyetlen király élményé. A Rayman 2 atmoszférájából egy keveset át tudtak emelni ide, nem annyira sokat, de eleget ahhoz, hogy hasonlóan mágikus hangulata legyen a játéknak, király atmoszférája. Viszont a játékmenet teljesen más, mint ami a Rayman 2-ben volt, sokkal addiktívebb, pontorientált, és a legjobb az egészben az, hogy opcionálisan kihívó. Kétféleképpen lehet játszani ezt a játékot. Vagy csak simán kiviszi az ember platformer játékként, és el van vele, elejétől a végéig egy kellemes élmény. A második alternatíva azonban a pontorientáltság, ami a játékot lényegesen nehezebb élménnyé teszi, ugyanis egyfolytában arra kell figyelnünk, hogy a kombó módunk aktív maradjon, ami csak néhány másodpercig marad aktív, viszont akár mekkora mennyiségű ponthoz is jutunk, az mindig kitolja a kombó idejét egy kicsivel. Éppen ezért pedig végig arra kell törekednünk, hogy a pályában úgy szlalomozgassuk össze a különféle mennyiségű pontokat adó cuccocskákat, hogy a kombó mód mindvégig aktív maradjon, mert nem biztos az, hogy csak azért, mert néhány pontadó cucc egy helyen van, azt ott mindegyből fel kell venni. Ahhoz, hogy megértsétek, tényleg játszanatok kell a játékot, de higgyétek el, hogy ha az utóbbi pontorientált játékmenetet választjátok, a játék lényegesen nehezebbé válik. De csak akkor tényleg, hogyha a pont tényleg annyira érdekel titeket, hogy minden áron fel akartok kerülni a még mindig aktív dicsőség listára. Én valahol a 100. hely környékén vagyok azután, hogy 4-szer kivittem egymás után a játékot egy hónapos időintervallum alatt, és mindenhol próbáltam a lehető legtöbb pontot összeszedni, mint minden más játék esetében, itt is vannak hardcore játékosok, akiket az átlag játékosnak lehetetlen megelőznie, de én büszke vagyok arra a 100. helyemre, azt hiszem 96. Nézzétek majd meg a Rayman Pirate Community Rayman 3 Hall of Fame-jében. Talán még ehhez is fogok egy linket mellékelni a leírásban, de csak talán. A Skorpió király játék adaptáció, melynek létezéséről egy éve sem tudok, hanem csak egészen véletlenül akadtam rá akkor, amikor éppen a Múmia visszatér játék adaptációját próbáltam levadászni az interneten, a nemzetközi piacon, mivel nem igazán gyakori ez a játék, nem is véletlenül nem gyakori, mivel elég szarul sikeredett, viszont épp az ellenkező igaz a Skorpió király játék adaptációra. Ha még emlékeztek, annó a Múmia visszatér PS2-es játékra azt mondtam, hogy hellyel közzel nagyon jó a hangulata és a zenéje, de piszok szar a játékmenete. Pont az ellenkező igaz a Skorpió királyra azonban, valamilyen oknál fogva az a rettenetesen bare bones, csont és bőr, ahogy a magyar mondja ezt az angol kifejezést, játékmenet, az első látásra az ember azt hinné, hogy hát ez baromi szar játék lesz, és mégis annyira jól el lehet vele szórakozni, az egész játék nem áll másból, mint hogy Dwayne Johnson,
The Rock, a Skorpió királlyal, agyba főbe verünk, hülyére vegyünk, agyon agya bugyálunk mindenféle ellent, és semmi más nincsen a játékban, csak ez. És mindemellett még a zenéje is piszkosul szar. Három pálya alatt megy ugyanaz a 30 másodperces loop, ezért képzelhetitek, hogy mennyire piszkosul szar lehet a játék zenéje, és mégis azt mondom, hogy ez a játék jó. Egyszerűen pedig azért, mert a játékmenet olyan viccesre, és már-már jóra sikeredett, hogy az ember egyszerűen addiktívnek érzi. Azt, ahogy Dwayne Johnsonnal PP verhetünk mindenféle misztikus szörnyet, egyiptomi istenséget, vagy csak simán katona fazonokat, még ha szar is a játék zenéje, és csak ennyiből áll a játékmenet, valahogy mégis sikerült ezt úgy kivitelezniük, talán a sokféle fegyver teszi, nem tudom. Vagy csak a jó irányítás, mert furcsa módon a játék irányítása is teljesen szolid és királyul sikeredett. Sőt, még a játék koncepciója, az atmoszféra, a zene nem, de maga az atmoszféra meglepően minőségi, tehát nem értem, hogy ezt a játékot hogy sikerült ilyen felemásul kivitelezni. Piszkosul szar zene, alkalmanként fura voice acting, szinkron színészkedés, valamikor meglepően jó, valamikor meg vitang piszkosul szar, viszont az atmoszféra ott van, és a játékmenet amilyen szimpla, olyan addiktív. Egészen fura ez a játék. Félreértés ne essék, sokszor fordult elő az, hogy csak fogtam a fejemet és röhögtem a játékon, viszont meglepően sokszor fordult elő az is, hogy elismerően bólogattam, hogy te jó ég, micsoda ötlet ez! Nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen kaliberű játékban, egy ilyen Z-kategóriásnak tűnő videójáték, filmes videójáték adaptációban ilyen ötletekbe botlik bele az ember. És ha ez még nem lenne elég, a játék extrái között olyan sok koncepciós rajz van, amit az ember vagy fél órán át tudna nézegetni. Lehet, hogy van akár 80 is, nagyon sok koncepciós rajz, és ez is azt bizonyítja, hogy rengeteg kreatív munka ment ebbe a játékba, és éppen ezért érzem olyannak, amilyennek. Tehát egyszerre nevetségesen szar, bizonyos szemszögből nézve, viszont meglepően minőségi egy másik szemszögből nézve. Baromi fura ez a játék. Lehet, hogy egyszer fogok róla készíteni legalább egy fél végigjátszást, ahogy Itlóziusszal végigröhögjük, azt meg kell tapasztalnotok, eszméletlen, tényleg. De higgyétek el, az a baj, hogy erről a játékról nincs is igazán végigjátszás az interneten, ezért nem fogjátok soha megtudni, hogy miről beszélek. Valamit ez ellen muszáj tennem, úgy érzem. Majd egyszer. Tényleg csak majd egyszer, ezt vegyétek egy nagyon távoli tervnek, ha éppen nem lesz jobb videó ötletem, vagy semmilyen más jobb apropóm, akkor lehetséges, hogy egyszer majd sor fog rá kerülni, mert ez a játék egészen különleges ebből a szemszögből. Linkelem a játék általam feltöltött zenéjét, képzeljétek el ezt másfél órás loopban, mivel több pályán keresztül is ugyanazt a loopot játssza le a játék. Itlóziusznak üzenem, ő biztosan megérti. Megvan, végre eszembe jutott, hogy melyik játékhoz tudnám maradéktalanul hozzá hasonlítani ezt a játékot. Ez, amigos, az én mesterlövészem. Ami Freddy D-nek a mesterlövész volt, számomra az ez a játék. Ez az én mesterlövészem. Harry Potter játékok. Gyönyörű emlékeim vannak a második rész PC-s és a harmadik rész PS2-es változatával. A második rész GameCube-os változatát csak merő kíváncsiságból szereztem be, mert tudom, hogy az első három rész különböző platformos változatai mind más-más játékok voltak. Ezt úgy képzeljétek el, hogy annó ezek a játékok az első rész még PS1-re is, de megjelentek PS1-re, PS2-re, GameCube-ra, PC-re meg Xbox-ra. A PS1-es verzió más volt, a PS2-es, GameCube-os, Xbox-os verzió is egy teljesen más játék volt, és a PC-s is egy teljesen másik játék volt. A játékmenet sem volt kutya, de Istenem, az a soundtrack, a Roxfort Ambience zenéje eszméletlen gyönyörű emlékeket idéz fel. Amikor karácsonykor játszottam a játékkal, amikor megkaptam a talán 10. születésnapomra a játék lemezét, Harry Potter és a titkok kamrája. Azt sem tudtam, mi az a Harry Potter. Egy kicsivel később az általános iskolai osztálytársam születésnapi zsúrján megnéztük VHS kazettán.
eszméletlen volt. Meg volt neki eredetiben VHS kazettán, néztük azt a varázslatos filmet John Williams zenéjével, és utána játszottam a varázslatos játékkal, és teljes volt a teljes varázslatos összkép. A külső hallgatónak kicsit kaotikusnak hathat ez a kis monológ, de rengeteg emléket idéz fel ez a játék, úgyhogy nem tudnám azt mind ebben a videóban elmondani. Maradjunk annyiban, hogy nagyon szerettem a második és harmadik rész játékadaptációit. A kedvencem a második rész PC-s verziója és a harmadik rész PS2-es változata volt, ahol szabadon lehetett Roxfortot körbe repkedni Chico Churl-rel, és valami eszméletlen, gyönyörű zene ment alatt, amiközben repkedtünk free roaming módban a Roxfort körül Chico Churl hátán. Eszméletlen élmény volt. Mai napig bánom, hogy becseréltettem egy másik játékra, de mivel 100%-ra kivittem, akkor és abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nem érdekel ez a játék többet, de így utólag visszatekintve bánom, mert nagyon szép élmény volt, tényleg. A Peter Jackson által 2006-ban készített King Kong film videójáték adaptációja mellett ez a két játék foglalja el az általam leginkább kedvelt filmes videójáték adaptációjának járó pozíciót, tehát három van. Ez a két Harry Potter játék, melyekről idáig beszéltem, és az a King Kong játék, melyet a Rayman játékok fejlesztői készítettek, és eszméletlen királyú sikeredett, szintúgy megvolt PS2-n, de a Harry Potter 3 PS2-es változatához hasonlóan, miután kivittem totális 100%-ra, és már nem maradt benne mit csinálnom, azt is elcseréltem egy másik játékra, vagy legalábbis beszámítattam, mert annak idején még ilyet is csináltunk. Ezek voltak a GameCube-os játékaim, amígoszt most pedig következzenek a Wii-s játékaim, melyeknek 90%-áról már beszéltem, de soroljuk fel őket azért. Sonic and the Secret Rings és Sonic and the Black Knight. Mindkettő játékról készült már véleményezős szövegelős videó, azoknak, akik nem látták volna, ott lesz a link a leírásban. Azt hiszem, hogy a House of the Dead is fel lett hozva legalább említés szintjén valamelyik Wii játékokat tárgyaló szövegelős videómban. Nagyon nem tudok róla mást mondani, azon kívül, hogy annak idején nagyon imádtam játékteremben játszani vele, feltéve akkor, amikor a szüleim adtak 100-ast ahhoz, hogy kipróbálhassam a játékot, amúgy meg csak nyálcsorgatva bámultam a demót. Aztán rájöttem, hogy van PC-s verzió, és azt játszottuk a családban az öcseimmel rongyosra, kooperatív kétjátékos módban, utána pedig rájöttünk, hogy kijött Wii-re is, amis amikor szereztem Wii-t, az volt az egyik első dolog, hogy azt beszereztük rá, és aztán Itlóziusszal ismételten csak rongyosra nyomattuk a játékot Wii-n is. A személyes kedvencem a második rész. Az elsővel is játszottam, de sajnos csak alig-alig tudtam beindítani a számítógépemen, és amikor sikerült beindítani, nem volt alatta a zene. A harmadik rész nem jött be annyira, főleg azért nem, mert teljesen légből kapottnak találtam a történetét. Abszolút nem volt semmi háttér megmagyarázása annak, hogy mi miért történik, miért van itt most mindenhol sivatag, hová lett a város, hová lett az emberiség, amikor csak néhány zombiról volt szó. Ezt elvileg a negyedik rész próbálta valamennyire felemás, többé-kevésbé megmagyarázni, de nem igazán sikerült neki, mert soha nem készült folytatása a negyedik résznek, legalábbis per pillanat még nincsen, ezért egy kicsit káoszba süllyedt a játék széria történet vezetése. Minden esetre az első kettő nagyon király. A harmadik és a negyedik az ilyen Itlózius szereti a negyediket, mert neki tetszik, nekem nem. Én az első kettőt szeretem, de azokat nagyon. Knight's Journey of Dreams és az olimpiás Mario Sonic Party játékok mindkét szériáról volt már szó, kaptak saját szövegelős videót, link a leírásban. Így pedig már csak egyetlen Wii-s játék maradt, melyet a közelmúltban szereztem be, éppen ezért nincs róla fényképen, mert akkor, amikor fényképeztem őket, ezt nem fényképeztem le, és egy lusta disznó vagyok, úgyhogy csak megkapjátok a borítóját így képen, internetről beszerezve. Ez pedig egy abba központú Just Dance spin-off a Wii-re. Mit is mondhatnék erről a játékról? Egy táncközpontú játék, melyet a Wiimote-tal kell irányítani. Nehogy azt higgyétek, hogy ettől kevésbé lesz szórakoztató, higgyétek el, nagyon jól el lehet vele szórakozni. Biztos vagyok benne, hogy a Kinect-tel működő változatok még több mozgást igényelnek a játékostól, de higgyétek el, vannak olyan pályái ennek a játéknak, ahol örülni fogtok, hogy nem kell a karotoknál többet mozgatni, mert attól függetlenül, hogy csak a kart kell mozgatni, a játék nagyon odafigyel arra, nagyon jól be van programozva arra, hogy
rendesen figyelje a testtartásokat. Nehogy azt higgyétek, hogy le tudjátok csalni a mozdulataitokat ezzel a játékkal, mert igenis figyelni fogja a testtartást, nem tudom, hogy csinálja, de nagyon jól beprogramozták rá, hogy figyelje, éppen ezért nem lehet testtartásokat lecsalni. Amikor megvettem a játékot, Itlózius is azt mondta nekem, hogy ez csak egy Wii, a szenzorbár biztos nem veszi észre, aztán azon kaptuk magunkat, hogy tényleg mindent tökéletesen kell kivitelezni ahhoz, hogy maximális vagy legalábbis 3 csillagot legalább kikínlódjunk valahogy, mert vannak pályák, ahol nem tudtunk 3 csillagnál jobb teljesítményt kikínlódni, még én sem, pedig aztán én ösztönösen valahol a genetikámban elrejtve táncoslábú egyén vagyok, még hogyha nem is igazán tanultam a dolgot, nagyon jól elszórakoztam ezzel a játékkal, és ezt csak tetézi az a tény, hogy szerintem nekem már családi genetikai szinten a véremben van az Abba szeretete, mert a szüleim és a nagyszüleim is Abba rajongók voltak a maguk idejében. Ott pihennek a bakelit lemezek, az eredeti Abbás bakelit lemezek a 70-es, 80-as évekből az ágyban szépen. Arra várnak, hogy kipakoljam őket és bedobozoljam a költözéshez. Ezek voltak Amigos a Nintendo-s konzolokon birtokolt videójátékai. A következő és vélhetően utolsó részben teljes mértékben csak is kizárólag az Xbox 360-as játékaimat fogom bemutatni, ennek kapcsán pedig szeretnék nektek feltenni egy kérdést ugyanis. Ami az Xbox 360-at illeti, nem csak tokos játékokkal rendelkezem, hanem digitálisan beszerzett játékokkal is, ennek kapcsán pedig arra lennék kíváncsi, hogy ti, nézőim, a digitálisan megvásárolt játékaimat is szívesen látnátok-e a felsorolásban a tokosok mellett. Tudom, talán kicsit hülyén hangzik a kérdés, de egészen idáig csak és kizárólag retrós tokos játékokat mutattam be, és egy kicsit idegennek érzem a képből, az eddigi videók képéből a digitálisan birtokolt játékokat, viszont ha nektek ez oké, akkor természetesen ezek is bekerülnek majd. A kérdésemre vonatkozó válaszaitokat pedig természetesen ezen videó alatt várom komment alapú megnyilvánulás formájában. Ennyit szántam mára, Amigos, találkozunk legközelebb, addig is Spyro Guy kijelentkezik. Szevasztok!